Maga azt mondta az előbb, hogy miután a magával való találkozás most nem a véletlenre bíztam. Mit akar? Ezt. A lemezt magának adom. Én nem a lemezre gondoltam, hanem a címére. És az mi? Egy csók, és más semmi. Hmm. Egy csók, és más semmi. Egy csók és más semmi, a vágyam csak ennyi. Kis csendben elmenni tovább. Csak egy perc, csak álom, de én azt se bánom. Ha itt még a számon hozzád. Hisz máma nincs dráma, s nem kell a nagy regény. Szívünk ma már szerény. Tudom, egy csók és más semmi, a vágyom csak ennyi, és csendben elmenni tovább. Hát kezi csókolom művésznő, azt hiszem nyugodtan mondhatom, és hát jó napot kívánok szintén, de hát ez egy olyan műsor, és hát ritkán találkozunk, de én nekem megtiszteltetés, hogyha tényleg betegeződhetünk egymással, mert hogy ez annak idején régen is így volt. És ahogy a műsor elején említettem, kedves nézők, itt a Tolnai Klári díjról van szó, amit nemrégiben Mohorán-Nógrád megyében éppen a Tolnai Klári emlékházban kaptak nagyon sokan, és hát voltak éppen művésznő, te is kaptál egy ilyen díjat, de mint házigazda ezúttal a díj átadás volt. Igen. A másik pedig, hogy egyáltalán ez a bizonyos emlékház milyen, hogy alakult, azt hiszem 2000 óta létezik, akkor nyitották Igen. meg, hogy ez is hogy néz ki és milyen, arról is természetesen kérdezősködünk. De ha most kimondom azt a nevet, hogy Tolnai Klári, mi az első gondolatod? Hát nekem speciál az, hogy együtt játszhattam vele, mert ugye azért az egy nagy dolog, hogy a Madách Színházban én partnere lehettem, sőt, még sokkal előbb, mielőtt a színházba kerültem, közös filmünk volt, a Reménykedők, amit hát Marcitól tudtam meg, mert évek óta törtem az agyam, hogy mi is volt a címe annak a filmnek. Nem emlékeztem, csak tudom, hogy Klárika volt az anyám, és nem sokkal később én oda kerültem a Madách Színházba, és akkor együtt játszhattunk, ami nagy élmény volt. Most pedig Mohora, ami az ő szülőhelye, szülőháza. Járt iskolába is, ott gyerekkorában. Az ő állandó Igen. kiállítása, amit hát Balla István és a család csinál Igen. tulajdonképpen. És állandóan újítanak, de olyan sok mindenki másnak is helyet adnak, hogy nekem például a 80. születésnapomon ott életműkiállítást rendeztek, ami egy nagyon nagy ajándék Igen. volt. És hát azért minden mögött ott van Klárika, ugye Tolnai Klári, és éppen most meséltem el, hogy ott kaptunk édességként egy olyan bombonos dobozt, amit az ottani cukrász nagyszerűen készít, és Tolnai Klári van rajta. Ja, és igen. kénytelen voltam elajándékozni minden szemet, mert egyszerűen nem tudtam bekapni a Klári. Ez jó. Minden bombonon Na akkor menjünk volt. Az emlékházba, de hogyha már szóba került itt a film, meg együtt játszani vele, azt én direkt megnéztem, hogy annak idején 1934 táján volt egy Hacsek és Sajó valamilyen rövid film, amiben már Tolnai Klári volt, de hát aztán végül, hát a meseautó, amit ugye mindenki tud, és a film, hát a film művészetben azt hiszem, hogy Tolnai Klári olyan helyet foglalt el, hogy most a színházi szerepeket nem is mondjam, ami nagyon-nagyon ritka. Hát nagyon ritka, de ha legyük hozzá, hogy akarata ellenére foglalta el ezt a helyet, hiszen tulajdonképpen ő úgy csöppent bele, hogy nagyon jól ment férjhez, Rátony Ákos volt a férje. Az első. Igazából ezek a meseautó, meg a nem tudom, ezek a legkisebb szerepei voltak itt, Igen. még ilyen karakter szerepek voltak, mint a Lila Akácba is játszik, Aha. de Lila Akácba játszik a Rutka Éva meg is kislányként. Új rokon is, így van. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon kis szerepeket kapott, és aztán ő berobbant tulajdonképpen
Tisztelet a kivételnek című filmmel, ami Rátonyi Ákossal ott ismerkedtek meg, és hát ennek a házasságnak, ennek a kapcsolatnak aztán olyan gyermekei születtek, mint a Katyi, a Szerelem nem szégyen, tehát ezek a nagy Tolnai Klári vígjátékok, ami ma is tulajdonképpen egy örökzöld sorozat, és aztán a kettejük kapcsolatának a megromlásával ez véget is ér, de Klárika benne maradt annyira a divatos szóval ilyen mainstreambe, az akkori vezérfonalában, hogy gyakorlatilag már elképzelhetetlen volt egy idő után, hogy egy év elteljen Tolnai Klári filmje. Annyi mindenféleképpen mondjunk el, hogy akik díjat kaptak, Nagy Anna, Szegedi Erika és Cserhalmi György, de én úgy tudom, hogy nem sikerült mindenkinek átadni, ugye? És Rátkai Erzsi, aki csodás jelmeztervező. Csak sajnos az Erikának a férjét műtötték, Sára Sándort. Úgyhogy nem tudott ott lenni, és a tyutyú se, Cserhalmi sem. Sajnos, de hát ők azért ezt kapták. Az biztos, hát persze. Egyébként azért mondtam az előbb, és akkor visszaugrom a korábbi kérdésre, az első felére, hogy magát az emlékházat, azt azért mutassuk be így közösen. Tulajdonképpen ez egy régi mohorai parasztház, ami több helyiségből áll, ugye ilyen hosszú épületnek kell elképzelni, több helyiséggel, több szobával, és úgy adja ki a föld, a domborzat, hogy tulajdonképpen egy ilyen kis színpad dirészt is kiépült ebben, ahol van egy zongora, ugye 130 éves az ő zongora eredeti. Került, amit ő ajándékozott egy szegény családnak, akiknek nem tellett, és azok most a múzeumnak ajándékozták azt a 130 éves, vagy? Most idén 130 az éves zongora. És 20 éves lesz most jövőre, lesz 20 éves az emlékház. Igen, és hát Balla István tulajdonképpen Klárikának az eredeti, hogy úgy mondjam, képeskönyvét vagy emlékkönyvét tette ki a falra, hiszen nagyon sok olyan fényképet lehet ott látni, hogy gyerekkorából színpadi, filmes... Balacipő, jaj, mi minden van ott, csodák. Rengeteg, mindenkinek csodák, ajánlom, és a saját... Ezért mondom, hogy mondjuk minden van ott, így van. Sokat. Igen, és mindenhol ott vannak a megjegyzései, a kedves vagy epés megjegyzései, hiszen ezt eredetileg magának készítette ezeket a képes albumot, mondjuk így, mert hát ezek tulajdonképpen fényképek, de hát ott vannak a saját megjegyzései, az a legizgalmasabb. Egyébként, ha jól tudom, éppen 105 éve született. Így van, 14-ben. Hát a ruhák, amik megvannak, mert ma már a színházak nem őriznek meg ilyen csodákat, mint amiben ő járt, mert vagy földolgozzák, rögtön más készül belőle, vagy megy szanaszét. Na most nagyon sokaknak nem volt módja személyesen ismerni őt. Most úgy értem, hogy a közönség az tapsolt, és színházban is, és mindenhol. De arra jutott eszembe, hogy említetted a férhezmenését, az elsőt, Rátonyit, hogy milyen volt ő, és kicsit tudom elkérdést, de milyen volt ő, mint ember? Szóval a többiekkel, a kollégákkal, hát együtt játszottatok. Na. Én megfogadtam, hogy... mikor megkaptam a díjat, hogy most már csak jókat fogok mesélni. Tessék! Róla. De hát az igazság az, hogy ő egy huncut dolog ez, mert igazából a fiúkkal nagyon jóba volt. A lányokban mindig belecsípett valahogy egy kicsit, de jól állt neki. És megbocsájtottunk mindent, mert csodáltuk, kivétel nélkül mindnyájan. Nem hiszem, hogy lett volna haragosa, vagy valaki, aki nem szerette őt, de igazából kis pikírt megjegyzéseket tett mindig, és azok olyanok voltak. Nekem például az egyik utolsó darabja, amit együtt játszottunk, ott én egy dadát játszottam, ami szinte a darab utolsó pillanatába ment be egy csecsemővel a karján, és én nem tagadom, bizonyára csináltam valami tánclépést a bemenetelnél, mert én nyílt színi tapsot kaptam. És mielőtt bementem, a Klárika szinte minden este elmondta, hogy egyszer azért majd megkérdezem, hogy mi dadát szerződtettünk-e, vagy ulanovát. És akkor először meghökkentem, aztán egyik fülemen be, a másikon ki, mert ezzel együtt imádtam. Csak a néző kedvéért ulanovát, szóval balettáncost. Igen, híres orosz balerina volt. Igen. Igen, hát ezek voltak, minden este lezajlott, és ő mindig elmondta, és én mindig megrántottam magam, és csináltuk tovább. Ő énekelt nagyon sokszor, és tényleg szeretett is énekelni? Hogy? Énekelt is nagyon sokszor. Szeretett is énekelni? Ő? Igen. Igen.
Én azt mondom, hogy igen, úgy gondolom. Igen, abszolút. Hát ugye ez a híres Katyi is úgy abból fakadt, hogy a filmgyárban elkezdte ezeket a mohorai népdalokat énekelni, ezeket a palóc nótákat, és hát ő tudott palócul, hiszen ott nőtt föl, és gyakorlatilag ráharaptak el egy úristen Klárinket, ezt így tudott. És zseniálisan csinálta, és volt egy olyan bája, egy utánozhatatlan báj és sík, például azt most nem tudom megmutatni, ahogy a Tapsra ment például, az egyedülálló volt, mert úgy fogadta magába, ő úgy ment ki meghajolni, hogy körbenézett, de belefoglalta szinte a karjaiba az egész nézőteret, és úgy hajlott meg, és hát imádták őt. Ugye? Hát az az igazság, hogy őrjöntek, volt egy olyan, ez az előadásunk, ez nyáron is ment. Igen. Ez a bizonyos, amiről beszéltem. Már nem jut eszembe most a címe. És a Löffler, aki hát egy csodálatos ember volt, a Madács Kamara Színháznak a titkára volt, sajnos már nincs közöttünk, ő ült a titkárságon, és ez este 7 vagy 8-kor kezdődött ez a nyári előadás bent a Madács Kamarában, ami már szintén nincs, és akkor mesél, én mivel az utolsó jelenetben jöttem, oda bementem, 7 órára elkezdték, és csak a végén kellett fölmennem. És mondja a Löffi, hogy jött egy öreg asszony Ausztriából 2 bottal, és azt mondta, hogy be akar ülni, és mondtam, hogy ne tessék haragudni, de nem tudunk semmi, a pócékek is tele vannak. És akkor azt mondta az öreg lány, hogy de nekem be kell menni, mert azt mondják, hogy a Tolnai Klári nagyon megöregedett, mondta ő. És a Tolnai Klári ott volt 84 évesen, ez volt az utolsó darabja. És virult, és játszott, akár 2 előadást is játszottunk hétvégeken, és szeme nem rebbent. Ez nem a drága kisfiam volt? Mert volt egy olyan film is. Hogy? Nem film, ez színdarab volt. De a Kismadácsban. De én most a filmre gondoltam el, oda akartam nem, már átkapcsolni. Nem. Neki az utolsó, egyik utolsó az film. Az a darab, ez volt, igen. Hát, Örömszülők. Örömszülők. Az volt a címe. Igen, mert ez a film volt. És ebben ő egy vagány. Egy vagány csajt játszott. Játszott, és ez volt benne a fantasztikus, hogy sapkába is. Ugye egy nagyon finom, törékeny, bájos, vékony hangú, kis finom teremtésként elegás. Indult, és ha kellett, akkor karakter. Ő egy olyan vagány, belevaló, vaskos, humorú, idős asszony hát tudott lenni. A pályáján ez végig kísérte, mert volt ő Júlia is, meg a Vágy villamosától kezdve, azt hiszem mondhatnánk itt Nóra, meg Mocska. Igen. Na de a filmre azért jutott eszembe, hogy és tényleg ezt egy ismerősöm is kérdezte, nem tudtam rá válaszolni, hogy annak idején, hát ugye most magyar filmtörténet és hangos film, hogy 31-ben született egy Kék vállány, ami a kérdés első fele az, hogy megbukott, és leginkább a Hippolitot tartják akkor mondjuk az első igazinak. Igen. Na de miért bukott meg a Kék vállány? Hát mert egy szerencsétlen ötlet volt, amerikai filmet. Ugye a Néma film idején mindenki szerte Európában amerikai vagy internacionális történeteket gyártott azért, hogy amerikai filmként tudják fogyasztani. És hát ez még egy kicsit így átcsúszott azon kívül. Nagyon nehéz volt a hangfelvétel, mindenki kézzel, lábbal kiabálva, mint az operában úgy játszottak, a Gózon Gyula, Jávor Pál, mindenki. De nem tudták még ezt, hogy kell hangos filmen játszani. Ja, de deklaráltak mindenki. Igen. És hát nem volt jó a történet sem, millió probléma volt a forgatáson, mindenféle defektek, vihar elverte a díszletet, stb. Úgyhogy rengeteg pénz elment a vállalkozónak, úgyhogy ez egy halálra ítélt. Hát aztán a Hippolit megbejött. Így van. De még annyit szabadna elmondani a mohorai házról, és egyáltalán erről az emlékházról, amit nagyon-nagyon meg kellene becsülnünk, mert hogy nem igazán törődnek a színészekkel, és ott nem csak Klárikára emlékezünk, hanem ő mindig mögötte áll azoknak az ünnepségeknek, amiket ott tartanak, és ott ez a család, ez a Balla család fantasztikus dolgokat produkálott színészeknek, például az Őze Lajosnak csinálnak most egy kiállítást, akkor tervezi a Székhelyi Józsinak egy kiállítást. Szóval olyan, de libabőrös leszek igen, tőle, nagyon fontos dolog. Ezek nagyon mert fontos annyira dolog. Nem törődnek velünk, igen. És mióta ugye ellepték a szakmánkat a járókelők, mert hát legyünk őszinték, ugye főleg ők szerepelnek nyilvánosan televíziókban mindenhol, nem a színészek. Ez olyan nagy ajándék, hogy valakik törődnek velünk, és odafigyelnek arra. Szegedi Erika például, akit
nagyon-nagyon jó színésznőnek tartok, és annyira örültem, hogy kapja ezt a kitüntetést. Mert ha valaki, akkor ő nagyon-nagyon hiányzik a palettáról, szerintem. Igen. Mert nem csak remek színésznő, hanem egy csodálatos szépségű. Na de akkor hozzátehetjük, hogy persze, hát mindenféleképpen nagy-nagy köszönettel és hálából. Ugye, hogy ez neki. Egy olyan nagy Na de dolog. Ez egy misszió is, mert akkor nézzük meg a másik oldalt, nézzük meg a közönséget, vagy azokat, akik oda elmennek, mert lehet látogatni is az emlékházat. Teltház, olyan még nem oktatja volt. Az embereket, hogy igen, de egy olyan hihetetlen aurája van ennek az egésznek. Megjelennek a Balóc népviseletben az asszonyok, akik a énekelnek, saját kórus és ajándékot hoznak a kertjükből virágokat a művészeknek, vagy akik ott vannak, süteményeket sütnek, és boldogan kínálják a vendégeket. Úgyhogy ott mindig olyan hangulat van, ami nem akarom elhinni, hogy azért ez nincs olyan nagyon közel Budapesthez. De bocsánat, Budapesten de nincs, ilyen nincs is. Sehol. Nincs is. Ez tényleg kell mohora. Sehol nincs. Meg kellenek az ilyen családok. És nem csak Klárikát ünnepeljük, hanem ő ott van mögötte, mindig ott igen. van, igen. mindig megújult kiállítással van ott, de ott vagyunk mi, mindnyájan, akik sorra kerülünk igen. ott, és törődnek velünk, és szeretetet kapunk. Már az előbb akartam kérdezni, hogy ebben a házban egyébként Tolnai Klári gyerek lakott is, nem. vagy nem? Nem, ugye nem, nem, azért nem sőt, tulajdonképpen ezt nem is tudta. Ugye? Tehát ott lakott, vagy ott született a közelében, de ő ezt nem érhette meg, ugye 98-ban elhunyt, és ő ezt nem érhette meg, hogy ez a... De az, hogy a Balla István gyűjti ezeket a különböző relikviákat, ezt ő pontosan tudta, sőt, ő is nekiadta a relikviáit. Igen. Ez az alapja ennek az egész múzeumnak. Tehát ő tényleg benne van ebben a... De ő tőle mindig nagyon távol állt ez, hogy őt ünnepeljék, vagy igen. múzeum, vagy nem tudom én mi. Emlékszem, én diákkoromban adtam neki mindenféle színházi újságokat, hogy nézzem. Azt mondta, hogy nem érdekel ez engem, drágám, hogy én mit csináltam a 30-as igen. években, igen. viszont visszaküldte az egész koffert nekem, és írt egy levelet, hogy mégis nagyon élveztem, mert a keresztrejtvények olyan nehezek benne, úgyhogy rengeteg régi színházi életem van, aminek ő fejtette meg a keresztrejtvény rovatát. De örülök, hogy elhangzott az, hogy múzeum, mert eddig csak én is azt mondtam, hogy emlékház. De én úgy gondolom, hogy tényleg ez a csodálatos épület, benne, szóval ez tényleg gyönyörűség. Jó, hát akkor közösen mondhatjuk azt a drága jó nézőknek, hogy tessék szíves lenni, mert nincs messze, mert azért... És figyelemmel kísérni. És máshol nincs, tessék szíves lenni, igen. elmenni, megnézni, meg hát nyugodtan, és mindig vannak segíteni. Ott ünnepségek, amik még külön élvezhetőek. És ebben a században már abszolút nem nehéz megtalálni, hogy mi minden történik Mohorán. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Mi is köszönjük.